Sziasztok, sziasztok! Itt újra egy B.I.O. és egy B.O. És ez újra a Heart is Tony. Na. Mutatom, van nekem a Nestem, van a Sratlul, van a Playtown és a Ovalad. Na szóval, elmetek össze is van a rakva a pakli. Két külön áró pakli. Amit bejön. Akkor nyomathatjuk is. Igen, Basik Paladin. Nézzük a Basik Paladint. Igazából mindegy, itt kevesebb csillót vesztünk. Na. Hajrá! Csapottuk ki. Azt hiszem ez a Basuka és Deathrattlus volt. De talán van benne egy-két taunt is. Majd megalássuk. Egy kis questezős videnyó lesz, ha kapok ellenfelet, ha nem, akkor beszélgetős videó lesz, tehát így. De kaptam ellenfelet, úgyhogy ilyen beszélgetős questezős videó lesz, ha minden jól megy. Ezek a Buttercry-ok. Buttercry, nem az kell nekünk, de kell. Lapunk van. Hát ez így sokkal jobb. Egy van. Egyen jobb. Egyen jobb vagy kettővel? Ki tudja? Az olaj ellen fogok játszani. Biztos ez a csávó valami olaj nagy hatalom. Vagy nem kis hatalom lesz, mert kis betűvel van írva. Boldog karácsony, kecsek. Azért, tudsz köszönni, helyes? Már azt hittem, hogy ne. Semmi nem ijeszt meg kívülről az egér. Ez olyan... Dragonos. Dragonos. Ez valami dragonos. Cartoon. Na. Úristen. Ez is az újak között van? Majd egyszer lesz most már egy bontogatós videó is, csak meg akarom várni a drága látos ikertes víremet. Hogy pusztulj meg te szemét. És akkor már kibontjuk azt a 10-20 pakt, ami már most van, meg még veszünk valami 4000 pénzem legalább, azért 40 pakli. Habár sok egy elhúzódik, hogy ilyen karácsonyi cucc lesz belőle, vagy olyan karácsony előtti, utáni. Srátöbbi. Na hát... Rarararara. Nincs mindenki ilyen karácsonyban van itt öltöztetve, hogy hoppá, összetörtük Rudolfnak a ajándékait. Mikulás alatt beszakadt a tető, és adagyik a... Ez. És nem figyelek a meccsre. Tehát mindig elszórakozok így a... ablakokkal. Ahaha! Azt hiszed, hogy te vagy az? Majd én megmutattam neked. Egy pusztítsunk el. Hem.
Egy kis béka teremtmények. A punk békák, vagy... Nem tudom. Érdekesek az a lényeg. Mulok scout, és ketten vannak a gépen, tehát a mulok scout kéne, hogy legyen, de... Ez már a részletek kérdése. Tidehunterok is, hogy 2-3-an vannak, ezek egyedül félnek kimenni be az meg az utcára, a sövényre. Meg a tenger a sövényen, ja. Vagy az ja. Nem a víz alatt vannak, ja. Biztos ilyen bátrak a murlokkok. Oké, haver. Kikalkuláltad, helyes. Akkor adjál nekem. Üste állat. Nagyon durván. Na, az így. Katum! Na most védekezünk. Egy körtét. Aztán megalássuk, hogy mi legyen. Igazából nem a győzelem fontos most nekem, csak a Desratul lapok, amiben elég kevés van. Sa-la-la-la-la-la-la-la-la. Mindjárt itt van a karácsony. Sa-la-la-la-la-la-la-la. Mi van? Kialudt a tűz? Ne, csak a murlokomat, ne! Gumicsukorbó vagy! Ja, hogy már egy dögön is megpusztuljon, igazad van. Legalább dasra tülös. Itt vagyok, haver! Leívom a kék szemű húsányt. Mi jól lenne 3000-es támadás és védelme lenne a 6-6 helyett. Még a két áldozásos lenne, és tényleg lehetne ötvözni a Yu-Gi-Oh-t és a volt, hogy leívok két dögöt. És a két dögre rá kell áldoznom ezt így izé. Két dögre 3000-es lenne. Ha csak 30-30-as a főmegy, már annak körülünk, az együttéssel megöli a hírót. Meg lehetne túltölteni az életedet, az milyen kemény. Vagy a hősünknek ilyen mininok kellenének, hogy ha meghal, vagy ha battle cry-os legyen, a hősödnek ad izé plusz 5 életet, vagy plusz 10-et, tehát így. Persze még jobban kiegyenlítetlen lenne a játék, de amikor valaki warriorként ad magának 400 pajzsot, az is kiegyenlítetetlen. Azaz, lőjetlet a szemét, igazad van. A kutálomat nem fogom tudni lehozni, hát ne hülyeskedjetek. Hát legalább még kettő dasratul. Itt is esetne már a hó. Elég várom. Letni havembert építeni. Nem tudsz lőtni, hát... Azért, mert elmész húgyozni bazd meg meccs közben, az nem azt jelenti, hogy itt kell hagynod a szemét. Jéééé! Jé, megvan a Death Rattle is, jéééé! Akkor mehetek új Attila. Már megérte. És... Igen, you shall not pass. Azt hiszem, az izé volt a Basik Sámán. Gyerünk, Basik Sámán, téged választalak. Hoofy Hunter, az mi a rosszabb? Rikironi? Oké.
Fagyumhammer. Fagyumhammer, olyan. Ugye most Overlordos és a Taunnokat fogjuk erőltetni. Ennyi. Azaz. Ja. Boldog karácsonyt! És tartsd meg az aprót, te mocskos állat! Na ez mibe volt? Hát a tartsd meg az aprót, te mocskos állat. Ezt igazából mindenkinek tudnia kéne. Aki egy karácsonyt is átélt és nézett tévéműsorokat, és a tévében minden évben leadják. Gyerekként nagy kedvencem volt, még a mai napig is szívesebben nézem. Több része van. Nem tudom, minek segítek egyet, igazából mindenkinek te ismernie kéne. Aki nem, mit tudom én, tizenpár éves vagy még szerintem azok is látták szerintem, nem tudom. Akinek meg nincs tévéje, az nézze meg neten. Úgyis lesznek helyes megfejtések. 600 millió. A lenagy feliratkozom. Nincs. Most nem sírok. Bár meg. Miért egy ilyen... Kösd föl magad a karácsonyfára. Azt csináljad. Rohadj meg! Rohadjál meg! Te köpet, te! Így kell játszani! Ennyi volt egy kör! Nem annyi, amíg égetjük a kötelet, bazd meg! Hát... Abár kötélégét is volt a második részben. Nem is örültek neki a... A főhős ellenségei, nem tudom, hogy kell ezt így mondani, hogy ne spoilerezzünk többet. Elfissült a bogár, hallottad? Mint a... Mint akkor tűzbe szoktad dobni, és felrobban. Nem a bogár, mert az is ilyen volt, de vannak ilyen... Már nem vagyok pirománián, tehát én nem tudom, milyen ilyen hangokat adnak ki a dolgok, amikor tűzbe dobjuk őket, de... Ilyet. Nem mindegyik, de van, ami ilyet ad ki. Adjunk neki az arcba! Zúzzuk le egy kristállyal. Merkezett be. Ho, ho, ho! Ez most tetszik. Mi a fasz? És az újban van benne? Vagy mi van? Oké, haver! Te akartad! Na? Most mi lesz? Rikikomori? Ki tudja, mi ez a hikikomori? Annyit segítek, japán szó, ha valaki ide jött volna, de a kínai lexikonba keresse. De ez, dugd föl magadnak azt a lapot. Kaboom, bébe! Tépd le az arcát. Csak keményen. Oh no! És nem megöli. Hát haver. Így is lehet csinálni, meg. Úgy is lehet, van másik. Na? Mit csinálsz? Itt a secret! Lafrizált egy karaktert. Ugye? Oké. Okay.
Semmi? Semmi? Lett ilyen... milyen szikletek vannak a visszaküldés, hogy mire gondol? Lalalalala. Hát akkor bizós lesz. Nem akar bizás? Akkor csak üssük. Hú, az jó, most már többet fog sebezni. A villámcsapás támadás. Pikachu. Pika pi. Ho-ho-ho. Milyen szép dragonod van. Miért nem lőd le a sajátodat? Azt is le lehet. Ó, azt hiszed, hogy majd most így... Pedig nagyon tévedsz. Nem Holden McNeil, nem? Nézzünk egy támadást. Ez még mindig semmi. Downtown? Semmi? Szerintem vagy az immunos lesz, hogyha... fatal damage-et kapna, akkor nem kapja meg a fatal damage-et, hanem csak... cserép damage-et kap. Cseréptál damage-et. A fagyos. Oké, hogy hideg van, de ennyire? Kabam. És eljöjj a tavasz, és kiolvadának a minionok. És kapják a négyes damage-et. És lövik le őket. És neki csattan a falnak. Nagyot koppan, akkor aztán elhallgat. Ezért hívák én le újabb minyont. Így majd szétverik a fejét a kecsegnek. Pjong. Így kell kört csinálni. Hát, a másodperc az egész. Nem kell így gondolkodni. Na, ki látta a Hikaru no Go című animét? Abban úgy volt, volt egy olyan rész, amikor nagyon akart gyorsan nyerni a főhősünk, mert információt akart szerezni a barátja kilétéről. Vagy nem így pontosan, de mindegy. Na, de... az ellenfele rakott valamit, ugye Go-ról beszélünk, japán Go. Aztán... egy fél pillanat. Oké, és... Draw two cards. Óvá, Ródó! Így beraktam közé, hát milyen... milyen zsönyi vagyok. Je magnifique. Nogó, igen, tehát... és amikor az ellenfele rakott, ő már kigondolt 40 millió lépést, hogyha erre ezt rak, akkor arra ő ezt fogja rakni, stb. És az ellenfele nem érte, hogy ő lerakta a kövét, a fekete a fehér, az a japán gót, tudjátok, és a Hikaru már gyorsan rakta is rá. És ez azért volt, mert ő már kapásból gondolta, hogyha ide lép, vagy oda lép, akkor ő ezt vagy azt fogja rakni. Hát igen, nagyon jó kis anime volt. Nevezhetjük sportanimének végül is, mert hát játékról legyen szó. Minden játék sport, még a Hearthstone is, ha van belőle bajnokság, akkor az biztos sport. Villámcsapás támadás. Mindjárt vége van. És ahogy ez egy random fospakli amúgy, tehát hogy ezt nem tudatosan álltam össze, úgy álltam össze, hogy legyen benne csak taunt, meg csak izé óválódó, mert az a kettő kell a questemhez. Ha nagyon véletlenül belekerülne egy valami, ami kivételesen jobb a többinél, az véletlen. Három,
különbség, tehát így lehet ilyen hulladékkal is nyerni, és igazából én nem vagyok a legtoppos játékos, nézd neki milyenje van például, tehát hogy neki milyen nem nincs is. Oh no! Na se vara! Lololololol. Mindjárt vége van. I hope so. Persze húzhatnám az időt, hogy még ezt a 9 lapot kiást sem. Húhaha. Neki hamarabb fogja a pakja, mint kem. Boom a clock? Te mi vagy? Bomb squad. Oh! Death Rattle ne lesz hülye? Hát ötöt bele fog sebezni a saját hűsíbe. Ez érdekes lesz. Megnézzük. Gondoltam. Immunja van! Persze az egyet még azt le kéne ütni valahogy. A kurva életben. Hát... ez megérdem egy well play-t. Visszatölti magát, hát nem tudom, hogy miről beszélsz. Town. Mit csinál a botocska? Ja, igen. Tehát, hogy hoz egy minyont randomba. Abba, kostba. Kost és kvartveit. 5-7, hát még mindig. Mindig szarabbul állunk, de életileg jobban. Tehát, nem, de mindig. Viszont tele van lapokkal. Nekem ez a probléma. Nekem nincsen kezem tele lapokkal. Én top deckelek, de világít a lap. Tehát így. Megütted? Megütted? You smell like a repertor. Gondolkozz. Ezt vissza tudjuk tölteni, ez. Ez volt sem a legpraktikásabb. Bazdmeg, mennyi lapja van már? Hát, ez nem érdemel mondjuk a well plate, mert... négy, hat. Oh, thank you. Világíts! Ta-da! Én is leírtam a kék semmi húsákkal nyomat. Kaiba! Hogy rahadjál meg. Jó, persze, annyi lapból. Na, gyerekek, visszavonom azt, hogy ez a pakja lehet nyerni, mert most kiderült, hogy még nem. De nézzük csak. 10, 3 meg 5. Elmegy a következő meccsben meg is lesz, és nem a győzelem számít, hanem a részvétel, mert megkapjuk itt a questet. Questetet. Szóval, já! Yeah. 4230 zsozsón van most. Még a két questet megcsinom, azt mondtam, 50-50, nem figyeltem már pontosan melyik mennyit ér, de ez még egy százas körül talán rádob egyszer. A megfagyott farkasokért? Ja nem. Ez is drága.
Óvalóró! Meg ilyen válogatós ellenfelünk van. Bopho 3. Bopho. Ija. Bácsi, tango. Bocsánat, még nem reggeliztem, és ilyenkor lehet, hogy nem kaptam meg a kellő mennyiségű cukrot és minden mást az agyam, úgyhogy ilyenkor hülye vagyok. Á, mindig hülye vagyok, nem számít, mire keres, mint a kifogásokat, tehát így. Reggel azért vagyok hülye, mert nem ettem, délbe azért vagyok hülye, mert ettem, vagy nem ettem. Csodálatos kezdés. Flawless victory. Boldoguljon mindenki, ahogy tudj, tehát. Na, szállt a samgolyó. Hát csipketem az arcod, az az a kokor. Nyújjon a nyakad, gyerünk, szakadjon le a fejed. Nem vagyok robot. Olyan jó volt a játék. Menj már vissza a kútba! Takarodj el vissza a májba! Na jó, hogy ezeket megcsinálod, de valaminek semmi értem. Ez a pálya csak háromféleképpen van megcsinálva, a rénszarvasossal, a... ez a nyomulékossal, meg a normál. Milyen pislog? Sírta magát? Oké, orenután, Doró! Doró Shimasioni. It's your town! Jaj, de aranyos! Tényleg azt hitted? He? Tényleg azt hitted? Pusztuljál meg, te mocskos geci! Most azért, mert cselekedett egy valamit ilyenkor, most adunk neki megint egy 6 perces kört, hogy végigessem majd a szalagot? You think so? How cute! Dora Bru Raitoning. Nekem kell annyi bala, tehát így. Én bala nélkül sem vagyok. Ó, valódó. Increase attack. Battle cry gain 1-4 attack. Ó, valódó. Nimrus. Dieru 4 damage. De az még lehetne később. Találkozhatsz a felmenőimmel. Te mikor jöttél vissza? Takarodjál vissza! Oh no! Why are you doing this to me? Yay! Feel the power of the dark side. Olyan sok energiám, hogy le kell kötni őket valahogyan. Mint a kisgyerekeknek, tudod? Aha.
for a swarm. Die, fool. Megint kijött. Nem figyelem, hogy mikor jön ki. De kéne torlaszolni az ajtót. És kijött megint. Szomorodj meg. Aha. Juhuhuhu. A Town Cinderép. Eddig jó? Ne. Ne csináld, haver. Nem éri meg. Hát következő körben nem jó lesz manád, úgy. Amennyit lelokkoltál. Mit kapunk? Dabry Taunto. Blue Eyes White Dragon. Chillimove. A jégpofájú. Oh no! Why are you doing this to me? Okay. Bring the light. Delight. Hát figyelj. Mind azt a kettőt, vagy... Tök mindegy, mert... Így is úgy ütnek. Ilyen büdös vagy, mint egy lepramanó. Van kis közönség, aki röhög neki. Tudjátok, ez a fizetett közönség, hogy tapsolnak, hogy... Jéééé! A beavatott emberek, jéééé! Nagy komikus lehet az öreg. Evil Heckler. Viszont ilyen paraudista. Ejj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 
győztél le. Még élek, nem sokáig. Diáru 4 damage. Feel the power. Bium. Kaboom. Chika chika. Chika chika. Hey. De miért? Még mindig élek. Ha, világíts! Lehet azon még egy taunt, mert nem bírjuk ki a következő támadást. Ja, vége. Vége van. Vége van, de hát ő még nem tudja. Mert ő nem tudta, hogy már vége van. Skulls? Sayonara. Nem szeressük, mikor elhúzzák a halált.
You shall not bash. Elementa ovalodo. Hát gyerekek, azt sem megcsináltuk a összes napi questetet. Hát már nincsen is több. Elfogyolódtak. Hát oké. Legyen ez ennyi miatt még fölcsesszem az agyamat. Fölösleges, mert most már még napi quest sincs erre, hogy fölcsesszem az agyamat, tehát így. Legyen elég. Na, most akkor. Fájdalmas a búcsú, de egyszer mindig túl kell esni rajta. Legyen most az idő rajta. Na. Oké, nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartozatok. Tartsatok a velem legközelebb is. Ha tetszett, ha nem lájkoljátok a videót, ezt mindig mondom, de nem teszitek meg. De legalább írjátok meg kommentben, hogy miért nem? Tehát, hogy valami hasznom legyen belőle, hogy hát én csinálom rosszul, tehát, hogy így érjek be cukorkát, hogy aki belájkolja, az kap egy cukrot. Nem tudom kideríteni, ki lájkolta be a videót. Lájkoljátok be, és nyomjatok egy sprint screen-tet, és küldjétek el, hogy belájkoltátok. Hú, akkor tele lesz mindennel az üzenőfa, nem baj. De legalább tudom, hogy ki lájkolta be. Új challenge, na igen, és akkor... De hogy juthatom el a cukorkát? Még ki kell ezt ötölnöm, finomítani kell rajta, de jó lesz ez, jó lesz ez. Ez olyan, mintha megvenném a lájkokat. De ha titeket ez zavar, akkor szóljatok. Ha nem zavar, hogy is kell a cukorka, akkor... Akkor nyugodtan, tehát így... Lehet erről javaslatokat írni, hogy szeretnétek egy cukorkát, akár megvásárolt módon, akár nem. Igen. Lájkos cukorka, igen, valami ilyesmi, igen, igen. Lájkért cukrot adok. Jó lesz a cukros bácsi. Hát szörnyű, sose akartam ütni erre a szintre igazából. Nem videózást engedt amúgy is, tehát, hogy még emlékszem, amikor még isibe jártam, akkor még ezért mondták, hogy ne fogadjunk-e idegenektől cukorkát, és akkor vannak ezek a cukros bátyik, elrabolnak és bebasznak a furgonba, aztán ki tudja, mit történik vel. Lehet, hogy elvisz Disneylandbe, visszavisz az iskolába, és lógtál egy napot, mert igazolás is ad, lehet, hogy a télapó. De általában nem ez szokott történni, úgyhogy inkább tényleg ne szálljatok be van igen, furgonokba, meg cukros bátyiknak ne fogadjatok egy cukrot. Én nem vagyok cukros bácsi, én csak a bió vagyok, jó. A cukros bió vagyok, ez is rosszul jön ki, mint hogyha cukorbeteg lennék. Na mindegy. De nem baj, a hülyeség gyógyítható, azt mondták. Én hiszek nekik, tehát, hogy egyszer meggyógyulok. Bízok a felépülésebben. Na, oké, tehát. Akkor most még csak maradjuk, hogy vagy normálban nyomjatok lájkot. És írjátok meg ez a cukoros ötletet, hogy az mennyire... Úgyis jön a karácsony, mindenki szereti a cukrot. A habkarikát is adhatok, vagy valami csokit, vagy más, vagy valaki allergiás-e valamire. Hát gyümölcsből nem tudom, egyszer mazsolát, vagy valami olcsót. Vagy hát, hogy ilyen fukar vagyok, de nem igazán jönnek be a milliárdok még így, se munkahelyről, se a YouTube-tól, úgyhogy... Úgyhogy, de én utálom a mazsolát, úgyhogy más is lehet, vagy mákot, azaz, hú, kinek kap egyszer mákot. És nagyon sok összegyűlik, akkor tudtok mákos gubát csinálni. Igen, tényleg ilyen főzős videó is kéne egyszer, majd csak az is több ember kell, mint egyedül én magam, mert nehezen fogom tudni fogni a fakanalat is, meg a videókamerát is, ami egy telefon, tehát hogy ennyi még videókamerám se sincsen. Nem baj. Megoldjuk. Megint elhúzódott ez a vége, de nem baj, úgyis kell a beszélgetős videó is a végére. Kaptam néha visszajelzést, hogy tetszik, valamikor meg nem. De egyre több a pozitív visszajelzés, mint a negatív. Igazából nem számít. Egy-egy, hát így. Na jó, igen, mindig így elkalandozok. Ja, dobjátok a lájkokat szépen. Megköszönöm. Akkor... Aki még nem tette volna, iratkozzon fel a csatornára. Ne a WC csatornára, meg ne a szennyvíz csatornára, Biovilága csatornájára. A YouTube Community Channelra. Japp. Írjatok kedves kommenteket, akár ezt a cukros esetet, vagy bármi mást. Aztán... Hát igen. Ez volt a Hearthstone hétfő Bióval. Köszönöm, hogy velem tartozatok. Tartsatok velem legközelebb is.
a legközelebbi csodás videó erejéig. A legközelebbi viszonylátásra. Sziasztok!